Egyre többen vállalnak gyermeket 35 év fölött, akár első gyermeket is, sőt 40 év felett is, de nyilván megszaporodik azoknak a szűrővizsgálatoknak a száma, amelyeket ajánlott vagy kötelező elvégezni 35 év felett. Erről is beszélgetünk a stúdióban dr. Hida János szülésznő gyógyásszal, illetve Ékesi Anna biológussal. Jó napot kívánok! Nyilván nem érkezett senki komolyan a statisztikai adatokkal, de hogy valóban évről évre egyre többen vállalnak 35 év felett akár első gyermeket, és tehát nyilván van egyfajta összehasonlító adat mondjuk a 10-15-20 évvel ezelőtti állapothoz képest. Én nekem szerencsém volt, mert ma hajnalban szülést vezettem, úgyhogy volt időm közben nézegetni a statisztikákat, úgyhogy ezt egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy megnövekedett azoknak a kismamáknak a száma, akár 15-20%-kal is az elmúlt 20 évben, akik 35 év felett vállalnak gyermeket. Ezt én a saját praxisomban is így látom egyértelműen. Nyilván az élethelyzet hozza így, hogy egyre többen egyébként házasodni is később házasodnak. Viszont ilyenkor már egy nő szervezete sem úgy működik, ahogy működött mondjuk 21-22 évesen. Mik azok a vizsgálatok, amiket ilyenkor kötelező elvégezni? Hát az alap szülészeti protokollban lévő vizsgálatok, ugye van először is az úgynevezett nulladik ultrahang, amikor valaki a pozitív terhességi teszttel egy 10 napos, 2 hetes menzesz kimaradással elmegy orvoshoz, ilyenkor megállapítjuk a terhességet, méhen belül van a terhesség, életjelenséget látunk, minden rendben van. Ami még a szűrővizsgálatokhoz tartozik, az a 12 hetes ultrahangvizsgálat, illetve a 18 hetes ultrahangvizsgálat, és a protokoll szerint most már nem 35, hanem 37 év felett kötelező, törvényileg is kötelező genetikai tanácsadáson részt venni, és egy közös diskurzus után az édesanyja döntését is beszámítva eldönteni azt, hogy van-e szükség invazív kromoszóma vizsgálatra, ami azt jelenti, hogy magzatvízből vagy lepényből vesznek ki sejteket, és abból nézik meg a magzatnak a kromoszoma szerelvényét, de ez 37 év felett. De egyébként miért változott 35-től 37-re? Ez a, tehát a felett, tehát én 35 felett, hanem 37 felett. Igazából a terhes gondozásnak a fejlődése, az ultrahang diagnózisnak a fejlődése már lehetővé tette azt, hogy picit feljebb toljuk ezt a korhatárt. Anna, sokkal kockázatosabb 35 fölött vagy 37 felett gyermeket vállalni? Minimálisan igen, tehát a kor előre haladtával a kromoszoma rendellenességek, elsősorban a Down-kor kockázata bizony megnő. Tehát hogyha mondjuk 30 éves egy kismama, akkor körülbelül 500 terhességből, 530 éves kismamából egy szül ne Down-koros gyereket, vagy babát, hogyha ez nem kerül neki szűrésre, vagy ha úgy dönti, hogy megtartja. 40 évesen ez már körülbelül 1-80-hoz, tehát 80 kismamából egy. Tehát ezt láthatjuk, hogy néhány év alatt is szignifikánsan nő a kromoszoma rendellenességek esélye, és hát erre különböző szűrővizsgálatok vannak, amikkel ezt kimutathatjuk, illetve megbecsülhetjük a kockázatát. Most az egyik a kombinált szűrés, amelynek során történik egy vérvétel, itt megnézzünk két lepényi hormont, illetve egy ultrahangvizsgálat során az ultrahangos paramétereket. Most ezekből a paraméterekből történik egy kockázatbecslés, ami alapján alacsony, közepes és magas kockázatú értékek jöhetnek ki. Amennyiben ez indokolja, tehát ez a kockázatbecslés indokolja, akkor kétféle irányba lehet elmenni. Manapság már vannak nagyon modern vértesztek, amik gyakorlatilag az anyai vérből egy DNS vizsgálattal egy közvetlen tulajdonképpen gén meghatározást jelentenek, és a nagyobb számbeli eltérésekre, mint például a Down-kor, vagy egy nemi kromoszoma rendellenesség, illetve bizonyos génhibákra történik egy szűrés. Illetve abban az esetben, hogyha magas kockázatú eredményt kap a kismama, akkor, ahogy a doktor úr is elmondta, lehetőség van az invazív beavatkozásokra. Itt ugye kétféle lehetőség adódik, egyrészt a mélepényből történő vizsgálat, másrészt a magzatvízből. Viszont ezeknek van egy minimális vetélési kockázata, tehát sok kismama számára optimális lehetőséget jelent az anyai vérteszt. Tehát ezek pontosak? Tehát az eredmény, tehát megnyugtató tud lenni egy eredmény, mert hogy valóban azt mutatja, ami van.
A NIP-tesztekről azt lehet elmondani, hogy negativitás esetén 99% feletti megbízhatóságuk van, viszont pont azért, mert pozitivitás esetén még nem minden esetben tükrözik a magzatot, nagyon fontos ezt alátámasztani egy magzati kromoszoma vizsgálattal, az említett amniocentézissel. Ugye a modern világunkban mindent szeretnénk tudni, mindent kikutattunk, és valószínűleg 50-nel több kérdésünk van mondjuk babavárás idején, és sokkal több dolog miatt aggódunk. Azért, mert több dolog miatt kell aggódni, vagy mert úgymond túlképezzük magunkat a terhesség során, és rengeteg olyan kérdésre is választ kell adni, amire esetleg mondjuk amúgy nem kellene nekünk feltenni. Én úgy gondolom, hogy ez egy összetett dolog, tehát a civilizációs betegségekkel, meg egyéb dolgokkal nagyobb kihívásnak is kell szembenézni egy kismamának, illetve azt is el lehet mondani, hogy a kismamák nagy többsége már nagyon művelt, ugye az internet segítségével. Sokszor azonban nem biztos, hogy a megfelelő információhoz jutnak, és nem biztos, hogy a megfelelő tudás birtokában vannak, de hát mi ezért vagyunk, hogy ezt megpróbáljuk terelgetni, ezt az útjukat, és az ő tudásukat megpróbáljuk úgy kibővíteni, hogy ez szakmailag korrekt legyen. Én úgy gondolom, hogy ez nem baj, hogyha sok kérdés van. Inkább legyen 10 kérdéssel több, mint egy kérdéssel kevesebb. Akkor, hogyha ezek a vizsgálatok bármilyen problémát tárnak föl, akkor kétfajta választási lehetőség van, vagy pedig lehet valamiféle kúrával, akár gyógyszerekkel javítani a lehetőségeken. Itt nagyon... Bocsánat, akkor parancsolj. Attól függ, hogy milyen probléma merül fel. Tehát, hogyha kromoszoma jellegű probléma merül fel, tehát az ultrahang mutat mondjuk egy eltérés, vagy kijön egy kombinált szűrésnél ugye egy említett magas vagy közepes kockázatú eredmény, akkor bizony érdemes elmenni ugye egy konkrét kivizsgálás felé, ahol aztán tulajdonképpen egy pontos diagnózis születhet. Utána mindig a kismama, illetve a házaspár dönti el, hogy tovább. Tehát egy genetikai tanácsadás kereteik között történik az eredmény közlése, és utána eldöntik, hogy megtartják-e a várandóságot, vagy nem. Abban az esetben, hogyha valami egészen más, például terhességi toxémia merül föl, akkor pedig egy folyamatos monitorozás szükséges, illetve az útra vannak olyan fejlődési rendellenességekre is lehetnek jelek, amit pedig aztán az ultrahangos szakember folyamatosan tud ellenőrizni. Fontosnak tartanám kihangsúlyozni, hogy a kromoszoma rendellenességek azok a fejlődési rendellenességek nagy halmazának csak a részhalmazát képezik, tehát az ultrahang diagnózissal még nagyon sok fejlődési rendellenességre lehet fényderíteni, amiknek például műtéti megoldása is adott, akár intrauterin, tehát méhen belüli műtéti megoldása is adott, így hát lehet segíteni a kisbabán, tehát nem feltétlenül ezek a szűrővizsgálatok nem azért vannak, hogy a terhesség megszakítások számát emeljük, hanem azért vannak, hogy az édesanya egy korrekt felvilágosításban részesüljön, birtokában legyen az összes információnak ahhoz, hogy az ő döntését, felelősségteljes döntését meg tudja hozni. Nagyon szépen köszönjük. Hát a doktor úr nem tud maradni, mert dolga van, de Anna itt marad velünk és fogadja a nézők telefonjait, mert szerintem sokan érdeklődnek majd a témában. 061-759-550, úgyhogy most köszönjük szépen. Így van, itt is állunk már a mi kis pultunknál. Anna, érkeztek kérdések? Így van, érkeztek, többféle is. Egyrészt a Down-kor szűréssel kapcsolatban, másrészt az anyai vértesztekkel kapcsolatban, ugye ott többféle érhető el a piacon, úgymond, illetve ritka betegségekkel kapcsolatban is jöttek megkeresések. Milyen ritka betegségekkel kapcsolatban? Egy olyan, hát konkrétan egy olyannal kapcsolatban, ami a 4-es kromoszomán lévő gyakorlatilag hiány, egy ilyen kromoszoma rész esik ki, ez egy súlyos értelmi fogyatékossággal járó szindrómát jelent, és azt mesélte el a kismama, hogy az első gyermekénél ezt diagnosztizálták, és hogy a második terhességénél most milyen lehetőségei vannak ennek kimutatására. Azt mondtam el neki. Akkor, hogyha, tehát, hogy tudnak ajánlani valami gyógyszeres kezelést, hogyha esetleg bármi baj van? Attól függ, hogy milyen ez a rendellenesség. Ha ez genetikai rendellenesség, akkor sajnos nincs erre mód. Illetve, hogyha vállalják a babát és megszületik, akkor utána hát ugye a neurológus, a gyermekgyógyász feladata eldönteni, hogy tovább, és milyen megoldásai vannak arra, hogy minél élhetőbb
életet éljen a kisbaba, illetve a gyermek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és hogy segítettek nekünk a nézőinket tájékoztatni.